A Fülöp-szigetek elnök nevét eddig csak akkor kapta fel a világsajtó, amikor Barack Obama amerikai elnöket melegebb éghajlatra küldte. Rodrigo Duterte viszont tömeggyilkos, ha igazak egykori halálosztagos katonájának állításai. Edgar Matovato névvel vállalta, hogy vallomást tesz a szenátusi vizsgálóbizottság előtt, melyet élőben közvetítettek. Az 57 éves férfi szerint Duterte még Davao város polgármestereként 1000 ember meggyilkolását rendelte el. Az áldozatok nagy részét agyonlőtték, de voltak itt krokodilokkal etettek meg. Egy politikai ellenfelébe kétárnyi lőszert eresztett bele a politikus egy uziból vallott eskü alatt Matovato. A meghallgatást Leila de Lima szenátor vezette, akit a férfi állítása szerint szintén meg akart öletni Duterte. Elmondta, ő maga is legalább 50-szer ölt megbízásból, de bűntudata miatt felhagyott a gyilkolással, és belépett egy tanúvédelmi kormányzati programba. Ám amikor Duterte elnök lett, inkább maga keresett rejtek helyett, mert féltette az életét. Az elnöki szóvivő egy őrült koholmányának nevezte Matovato vallomását. Azt mondta, az Emberi Jogok Bizottsága ezt a kérdést már régen kivizsgálta, és nem emelt vádat. Including violence.